Szóról szóra magyarul. 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 Tessék mondani, ez a Hősök tere? Igen, kisasszony, ez itt a Hősök tere. Az a Szép Művészeti Múzeum balra? Nem. A Szép Művészeti Múzeum az ott van, jobbra. Jobbra? Igen. Köszönöm szépen, uram. Viszontlátásra. Kérem, viszontlátásra. Jó napot kívánok, egy jegyet kívánok. Diák? Igen, diák vagyok. Mennyibe kerül? 200 forint. Köszönöm szépen. Egy pillanat, tessék várni. 300 forint visszajár. Köszönöm. Kérem. Pardon, monsieur. Tessék mondani, hol van a kiállítás? Az emeletben. Maga nem magyar, ugye? Nem, francia vagyok. És mit csinál itt Budapesten? Magyarul tanulok. Már jól beszél magyarul? Köszönöm. Sajnos csak egy kicsit beszélek magyarul. Már 3 óra van. Oszkár már vár. Már 3 óra van, és Jean még nincs itt. Hol lehet? Hello! Szia, Jean! Szép? Nagyon szép. Tudod, mi az a Városliget? Nem tudom. Mi az? Egy nagy és nagyon szép park. Hol van? Ott szemben. Menjünk? Jó, menjünk. Jó napot kívánok! Maga magyar? Jó napot kívánok! Igen, magyar vagyok. Tessék mondani, hol lehet itt enni vagy inni? Nagyon hideg van. Jobbra van egy büfé. És balra is. Nincs messze. És étterem? Az is van. Egyenesen tessék menni. Köszönöm szépen, fiatalember. Nincs mit, uram. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Gyere, ülj le te is! Kérsz kólát? Nem, köszönöm. Nagyon hideg van. Nagyon szép lány vagy, Sámen.
Hány éves vagy, Oszkár? Én? Kérsz kólát? Nem, köszönöm. Hány éves vagy, Oszkár? 17. 16 éves vagyok. Még nagyon fiatal vagy. És te hány éves vagy? 21 éves vagyok. Ja. Értem. Bocsánat. Semmi baj. Te nagyon aranyos fiú vagy. Hol van a Vidámpark? Messze van? Nincs messze. Menjünk a Vidámparkba. Menjünk. Hova megy Jean és Oscar? Hova megy Jean és Oscar? A Vidám parkba. Mi a Városliget? Mi a Városliget? Egy nagy park. Milyen múzeum van a Hősök terén? Milyen múzeum van a Hősök terén? A Szép Művészeti Múzeum. Mi ez? Város. Tér. Utca. Ház. Vár. Vidámpark. Hol van a kiállítás? Hol van a kiállítás? Hol van a kiállítás? Mennyibe kerül a jegy? Mennyibe kerül a jegy? Mennyibe kerül a jegy? Hány éves vagy? Hány éves vagy? Hány éves vagy? Hol van a kiállítás? Mennyibe kerül a jegy? Hány éves vagy? Hol van a Silhouette Fitness tornaterem? Tornaterem? Sajnos nem tudom. Nem tudja, milyen utcában van? De igen, a Vas utcában. Vas utca mennyi? Vas utca 7. Az messze van. Az 50-es villamos oda megy. Bocsánat, nem értem, melyik villamos megy oda? Az 50-es. 5 vagy 6 megálló van a Vas utcáig. Köszönöm szépen. Szívesen. Viszlát! Viszlát. Jó. 6-kor jövök. Szia.
Mennyi? 125 ezer. 125 ezer. Bocsánat, igazgató úr. Már 5:30 van. Nem megy haza? Nem, Évike, egy fontos telefont várok. Miért? Beteg? Rosszul van? Egy kicsit. Nagyon fáradt vagyok. Menjen haza. Hol lakik? Hívok egy taxit. Nem szükséges. Nem lakom messze. Jó pihenést kívánok. Köszönöm. Jobb, bal. Láb. Kart. Föl. És föl. Föl. Kart. Le. Nagyon szomjas vagyok. Nem tudod, hol lehet inni? A büfében. Gyere, én is szomjas vagyok. Menjünk. Szia. Kis Éva vagyok. Szia. Jean Dupal. Nagyon örülök. Én is. Te francia vagy? Igen. Tessék. Köszönöm. Szomjas vagyok, és fáradt. Én is. És mit csinálsz itt Magyarországon? Magyarul tanulok. Mit csinálsz otthon, Franciaországban? Egyetemista vagyok Párizsban. És te? Dolgozol? Dolgozom. Titkárnő vagyok. Az jó. Kérsz egy kávét? Igen, kérek. Két kávét kérünk szépen. Köszönöm. Na és milyen a magyar nyelv? Hát, nem könnyű. Hol laksz? Pesten vagy Budán? Pesten, a Bajza utcában. A Bajza utcában? Ott lakik az igazgatón, Pénzes Géza is. Kicsoda? Pénzes Géza? Pénzes Géza. Miért? Hogy van, Zsán? Évike, kérem. Köszönöm. Nem jössz holnap is? Én minden nap 6-kor itt vagyok és tornázom. Reggel vagy este? Este 6-kor. Talán jövök. Még nem tudom biztosan. Reggel nincs óra a tornateremben? De igen. Minden nap 10-ig lehet tornázni. Az jó. És meddig van nyitva a klub? Este 10-ig. Viszlát holnap. Szia! Hány óra van? Hány óra van? 5:30 van. Éva beteg? Éva beteg? Nem, Éva nem beteg. Meddig van nyitva a tornaterem?
Meddig van nyitva a tornaterem? Este 10-ig. Mi ez? Busz. Villamos. Autó. Vonat. Bicikli. Hajó. Éva beteg. Éva beteg? Éva beteg? Éva beteg? A tornaterem a Vas utcában van. A tornaterem a Vas utcában van? A tornaterem a Vas utcában van? A tornaterem a Vas utcában van? Zsán a Bajza utcában lakik. Zsán a Bajza utcában lakik? Zsán a Bajza utcában lakik? Zsán a Bajza utcában lakik? Egy kávét kérek. Köszönöm. Finom? Tessék. Finom a süti? Nagyon. Jó étvágyat. Köszönöm. Nagyon csinos lány. Mit olvas? Egy francia újságot. Beszél franciául? Elnézést. Szabad? Tessék. Köszönöm. Tessék. Nem, köszönöm. Halmos Attila vagyok. Jean Duval. Beszélsz franciául? Csak egy kicsit. Francia vagyok. Remek. Miért? Rendező vagyok. Egy filmstúdióban dolgozom. Egy francia tolmácsot keresek. Én csak kicsit beszélek magyarul. Nem, te nagyon jól beszélsz. Köszönöm. És mi a munka? Itt a telefonszám és a cím. Holnap gyere el a stúdióba. Hogy hívnak? Jean Duval vagyok. Mikor vagy a stúdióban? Jean... Reggeltől estig dolgozom. Duval. Reggeltől estig? Sajnos igen. Árstúdió. Ez az Árstúdió? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez az Árstúdió? Igen, kit keres? Egy rendezőt, Halmos Attilát. Halmos Attila ott van? Hogy hívják? A nevem Jean Duval. Jean Duval van itt. Jó, köszönöm. Halmos Attila a földszinten jobbra a kettes stúdióban dolgozik. Bocsánat, nem értem pontosan. Hányas stúdióban dolgozik? A kettesben. Menjen egyenesen és jobbra. Na jó, segítek. Nagyon szépen köszönöm. Egyenesen és jobbra. Köszönöm. Stopp! Kettes! Szia! Szia! De örülök, hogy itt vagy, Jean. Szabad? Igen. Ez a kettes stúdió. Itt dolgozol? Igen. Kati, gyere! Itt van az új francia tolmács. Ő Kati az asszisztensem. Szia! Te vagy, Jean? Igen, nagyon örülök. Attila, mikor érkezik a francia színésznő? Pénteken.
Mit csinálsz pénteken, Jean? Szabad vagy? Reggel igen. Nagyon jó. Reggel 9-kor érkezik a repülőgép. Beszélsz franciául? Egy kicsit. Nem baj. Szívesen segítek. Köszönöm. Gyere, ülj le! Ez Párizs? Igen. Tessék! Mi a neve? Fehér Pálné. Lánykori neve? Kelemen Kató. Kora? Tessék? Hány éves? 54 éves vagyok. Hol lakik? Pasaréti tér 14. Jó napot kívánok! Orvosi rendelő. Kezét csokolom. Tessék mondani, mettől meddig rendel a doktornő? Hétfőn és szerdán 4-től este 8-ig. Kedden és csütörtökön reggel 8-tól 12-ig. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Viszont hallásra! Milyen újságot olvas Jean? Milyen újságot olvas Jean? Jean francia újságot olvas. Hol dolgozik Attila? Hol dolgozik Attila? Attila a filmstúdióban dolgozik. Mi a foglalkozása? Mi a foglalkozása? Rendező. Mikor érkezik a francia színésznő? Mikor érkezik a francia színésznő? Pénteken érkezik a francia színésznő. Hol dolgozik Zsuzsa? Hol dolgozik Zsuzsa? Zsuzsa az orvosi rendelőben dolgozik. Halmos Péter Attila rendező. Halmos Péter Attila foglalkozása rendező. Az ő foglalkozása rendező. Péter pincér. Péter az étteremben dolgozik. Az étterem Péter munkahelye. Az étterem az ő munkahelye. Éva titkárnő. Éva Géza titkárnője. Éva az ő titkárnője. Ági eladó. Ági a bolt eladója. Kati a rendező asszisztense. Kati a rendező munkatársa. Kati a rendező kollégája. Te, maga, ön. Mit csinálsz? 7 óra van. Nem mész iskolába? Nem megyek.
Nem vagyok jól. Beteg vagy. Nem vagyok beteg, csak nem vagyok jól. Hova mész? Dolgozni. Dolgozni? Mit kérsz? Nem vagy éhes? Nem vagyok éhes. Szomjas vagyok. Egy teát kérek. Mit csinálsz? Nem mész iskolába? Beteg vagy? Mit kérsz? Nem vagy éhes? Kezdj, csókolom, Jean. Hogy van? Köszönöm, jól. Hány óra van? 8 óra van. Dolgozni megy? Nem. Boltba, postára, bankba megyek. Hogy van? Dolgozni megy? Jean, hol ebédel? Nem tudom. Itt van egy jó étterem. Nem éhes? Nem vagyok éhes, csak szomjas. Én éhes vagyok. Hol ebédel? Nem éhes? Mit csinálsz? Mit csinál? Mit kérsz? Mit kér? Hova mész? Hova megy? Hol dolgozik? Hol dolgozol? Hogy vagy? Hogy van? Hogy hívják? Hogy hívnak? Hány éves vagy? Hány éves? Beteg? Beteg vagy? Szóképzés. Pénz. Pénztárca. Pénztár. Pénztáros.